Ha befejezik a stresszet, segítek. A magyar jogszabályokat az égen repülő, mutattam, repülők küldik. Segint beborult, én tudtam, hogy beborult, én a jövőt jósolom. Én jövőjós vagyok, nem egy hazug geci. Jó? Tehát nekem azt mondta az apófic, hogy jöjjek haza és üljek itt és dolgozzak. Ezt fogom csinálni, csak ilyesült is eszem. Mit beborult? Szerintem lehet, hogy esni fog megint, azt nem mondta. Ilyen szaros idő lesz, azt mondta, hogy jöjjek haza és dolgozzak. Én a jövőt jósolom. A Facebookon egy csomó jövőt jósoltam, csak önök nem vették észre, Portugáliába ültem. Például a Banco Espirito Santo összeomlását megjósoltam 3 nappal előtte, és egy csomó embert értesítettem, és más csináltunk, de... Tehát én jövőjós vagyok, jó? De én jövőjós vagyok, és jól csinálom. Mondtam, hogy apa jön a holdál, és itt volt este, úgy örültem, de hogy nem hazudtam, úgy örök. Egy pillanat. A magyar jogszabályok 125 000%-át, tehát az összes milyen... Helyek itt ezeket a fura hangokat, meg ezt a földrengésszerű dübörgést? Tehát a magyar jogszabályok 150 000 milliárd százalékát a repülők küldték át az Attila. Azok értelmezhetetlenek. Nem. Nem. Mi az, hogy az ingatlanban haszonélvező? Az én vagyok. De, én saját magamat tulajdonom, emiatt, mivel önök azt állították, hogy nekem nem jut férj, ezt az ingatlant örök életemben haszonélvezem, mert a többiek viszont tulajdonolják, az más. Mert ez van oda, igen. Tehát amennyiben jön valaki, és úgy dönt, hogy birtokol, mint tulajdont, ebben az esetben én vagyok a haszonnak az élvezője. De. Na más is akar ilyet csinálhat. De szóval elmagyarázom, ezeket a jogszabályokat az Attila hozta, és önök csak nem tudják értelmezni, vagy hülyén írtek rá a jogtára. Mivel össze-vissza volt már az egész rendszer, és szegény Csaba Tamás volt, ez volt a Csaba Tamás. Mondhatom. Ez volt a Csaba Tamás. Én nem értem ezt az egész szalat. Ne aggódj Tamás, én sem jó, tehát... De... Mivel rosszul vannak a jogszabályok, nem kell befosni, meg fogjuk nézni őket az ödönékkel. De ott csak össze-vissza intézkedés volt, mert értsék meg, de kell egy értelmes ember, aki programmer. Tehát pro, professzor és grammer az a nyelvtanológus, de majd én megyek oda és segítek az ödönéknek, üljenek már le a picsába. Küldjek egy ábrát, hogy mik vannak, amikre emlékszem. Fejből tudok küldeni egy ábrát, jó, fölrakom. Csak arra egy ilyen kis videót, meg felrakom akkor az Instára, jó? Nyugodjanak már a picsába. Ott van rendőrség, határőrség, meg minden. Tehát nyugodjanak már le a picsába. Mi összevesztünk. De nagy semmin. Az a problémám, hogy az ödönt kivéve, meg a Henriket kivéve, más miatt a többiek mind tanulatlanok és buták. A Kovács Ákosék meg totál mással foglalkoztak, mert azok a jogszabályok értelmezhetetlenek. Meg kell nézzem abból is, hogy melyiket küldték át az Attiláék, és melyiket írták a Kovács Ákosék. Megizu? Ez van. Ne stresszeljenek már a... Békül, mondjanak már ilyeneket, azt se tudtam, merre van előre. Jött ez az ügyvédnő, vagy ki ez a színes hajó, ez a modern csaj, ez a 18 éves, most kezdünk el megnyugodni. Béküljünk már ki, mert csak hülyék voltunk, ilyeneket mondjanak már, jó? Hagyják már a jogszabályokat, a felét össze-vissza van írt, majd megnézem, én informatikus mérnök vagyok, ne, miért kapjuk e-rendszerben, majd elmondom, ne idegeskedjenek, már össze-vissza kérdeznek lényegtelen dolgokat. Honnan jön magyar közöny? Majd kinyomozom, majd megmondom, milyen koordinátorrendszer, jó? Most nem érek erre rá. Önök eddig nem foglalkoztak ezzel, most nincs 36 ezer órám ilyen fasságokra. Különben is átírjuk a koordinátorrendszert, nem értik meg, hogy tehát ez a bajom most, látják? Hazaküldött az apófisz. Most nem tudom, melyik koordinátorrendszer, mert nem tudok kiállnod, hogy bemérjék. Értsék meg, önök olyanokat kérnek, amire most nem tudok válaszolni, mert az apófiszék emiatt, az orientál miatt most orientálgatnak minket jobbra-balra, jó? Majd megmondom, honnan jön a magyar közöny, most nem tudom. Jó? Na. Béküljenek már ki. Ne szaladgásszanak már ide-oda. Én úgy szeretek ott magyarba lenni.
De.